Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát itt vagyunk nagypéntek előtt egy nappal, és hát az ünnepre készülődvén én úgy gondolom, hogy mindenki úgy van vele, hogy hát minden belevet, és tényleg hát az áldott ünnepek és a húsvét, a feltámadás, ez mind minden családnak nagyon fontos. Egy kicsit elmélyülünk lelkileg, böjtölünk, és ahogy az már lenni szokás nálunk, a mi szokásaink szerint próbálunk mindent újrakezdeni, de majd a jövő héten, amikor is már április havát köszönhetjük. De miért is hívják ezt a hónapot áprilisnak? Én úgy gondoltam, hogy megosztom önökkel, mivel mint szinte minden hónapnak hát megvan a neve, és minden hónapnak az áprilisnak is Romulus adott nevet. Mégpedig isteni anyjának, Vénusznak, Etruszk Epru után. Egy római tudós a név eredetét népies etimologizálással a latin aperire ígére vezeti vissza, minek jelentése kinyílni, megnyitni, feltörni, és hát ez valójában az újrakezdés jelenti. Gondoljunk bele, azért ilyenkor hát újra él a természet, újra rügyeznek a fák, és gyönyörűségesen ugye a természet, az nagyon is tudja a dolgát ilyenkor. De viszont mi történik akkor, amikor, hát ugye azt szoktuk mondani, hogy április elseje, hát az április bolondjáról szól, de viszont nagyon érdekes az összefüggés a tarotnak a nulladik lapjával, ami nem más, mint a bolond lapja. Aleister Crowley szerint, és nagyon igaza van, ők úgy írják le, és lényegében nem is az, hogy úgy írják le, hanem azt is jelenti, a tökfilkó, a zöld tökfilkót mutatja a lap, és nézzék meg, hogy lehet látni, hogy a kezében egy virágzó botot tart. És ennek a mutatása szerint lehet látni, hogy a tavaszhoz kötődik ennek a lapnak a jelentősége, és talán még az áprilishoz is, de a tréfa, a huncutság, a megszédíteni más, tehát nagyon sokféle jelentősége van magának a lapnak, és azért elég komolyan kell venni, mert hogyha kijön egy kártya kirakásban, akkor mindig attól függ, hogy mi van mellette, és ez nagyon jót is tud mutatni, és aztán van, amikor egy olyan cselekedete is utal, aminek semmi jövője nincs, vagy éppenséggel egy butaság, egy meggondolatlanság lehet fokozni. Na most az április elsőjei tréfák, hát azok vége hossza, és Olaszországban, Franciaországban áprilisi halnak nevezik érdekesképpen ezt az ünnepet, vagyis hát április elsőjét, és hát áprilisi tréfa, mint ahogy írja a sláger, hogy ez egy az április elsőjéhez kötődő huncutságokhoz mutatkozik. Magában április Szentgyörgy hava, tavaszhó, szelekhava, és hát báránytorhava régies elnevezéssel. De nézzük meg, hogy mi is várható például a jövő héten, és mostanság, amikor egy nagyon érdekes teliholddal kísért fogyóholdunk volt, tehát ilyenkor, amikor egy azért, és holdfogyatkozással, holdfogyatkozással járó mérleg teliholdunk volt. Na most ézzel melyik változásáról szólt a hét? Én hozzátenném azt is, hogy azért elég érdekes dolog, mert azért ennek meg lesz a hatása, sőt, meg is van a hatása, és nem csak arról szól az egész, ugye a mérleg milyen. Gondolkodik, hezitál, próbál igazságot tenni, nem mindig tud, aztán van, amikor labilis, de a mérlegnek, mivel kettő serpenyője van, és hát hol egyik, hol a másik dominál, én úgy gondolom, hogy az érzelmeink szeszélyéről is szólhat ez a hét, tehát minden jegy máshogy reagál arra, hogy a hold ebben az esetben milyen érzelmi töltéssel is rendelkezik. Na most egy mérleg teli hold a kosoknál például elképzelhető, hogy az ösztön életüknek, ami egyébként is nagyon erős,
pontosan nem a megingását mutatja, hanem a megerősödését és a ráérzéseket mutatja. De viszont a halaknál, a vizes jegyeknél, hát ők álmodoznak, ők visszatérnek a múltba, ők annyira lelki-érzelmi jegyek, hogy őket a víz teljesen elviszi, és hát ilyenkor nagyon érzelmes dolgokat tudunk ugye csinálni. Na most én úgy gondolnám, hogy azért nagyon fontos, hogy a párkapcsolatokban ezen a héten és még a jövő héten is érdemes elgondolkozni azon, hogy mit lomtalanítunk ki, mit kezdünk újra, és hogyan tovább. Tehát pontosan erről szól nagyon sok párkapcsolat, de nem fogom szaporítani a szót, mert gondolom, hogy önök is nézik, és miután interaktív a műsor, hát nagyon sokan érdeklődnek, nagyon sok érdekes kérdést tesznek fel nekem. A műsornak a hívható száma, ami nem emeldíjas, az a 269-03-86-os telefonszám, és várok minden kedves érdeklődőt, aki úgy gondolja, hogy ilyenkor, hát nagypéntek előtt egy nappal betelefonál, és kérdezősködik tőlem, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert hát a hangulataink, az érzelmeink, azok nagyon-nagyon-nagyon fontosak, bármilyen korszakunkat is éljük. Például azoknak a kedves televízió nézőknek, és mindenkinek, akik például magányosan töltik ezeket a húsvéti ünnepeket, és ebben az időszakban azért ez rettentő fontos tudni, hogy ilyen érzelmi ingadozásoknál, mint amilyennek most ugye hát ki vagyunk téve, ilyenkor rettentő fontos az, hogy mennyire tudunk saját magunkban úgy helyt állni, ahogy az kell. Ezt mindjárt el fogom magyarázni, hogy hogy értem. A legelső kedves telefonálót üdvözlöm. Itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét Erzsébet kívánok. Vagyok. Zsuzsika, szeretnék kérdezni öntől egy dolgot a lányommal kapcsolatosan. Mondom az adatait, hogyha ezt tetszik kérni. Mondhatom? Igen. Természetesen. 1975-04-01. És pontosan április elseje. Hogy is hívják, tessék mondani? Mónika. Na most én nem tudom, hogy honnan tetszik telefonálni, de nagyon örülnék neki, hogyha lehalkítaná a televízió készülékét, és próbáljunk meg a telefonba beszélni. Másik helyiségben vagyok, de ki is kapcsolom, jó? Egy pillanat. Nagyon egy pillanat. Jó. Én itt vagyok. Halló? Itt vagyok, tessék parancsolni. Itt vagyok én is. Na most mondanám, Zsuzsikám, hogy... én azt szeretném megkérdezni öntől, igen? Hogy hamarosan elsőjén lesz a lányomnak a születésnapja, és hát arról szeretnék érdeklődni, hogy az anyagi helyzetem mikor fordul jobbra, meg hogy lesz-e még párkapcsolat, amelyet elváltan él, nagyfiát egyedül neveli. Na most, Erzsike drága, én nem tudom, hogy mikor vált el a kedves lánya. Mikor váltak el? Mikor váltak el? Egy pillanat, hát 23 éve. Hát az abból a párkapcsolatból kérem szépen már nagyon ki lehet gyógyulni. Tehát ha hát 23 éve... csak most úgy van vele, hogy most tavaly végezte el az egyetemet a nagyfia, aztán most ő rá koncentrál minden erejével. Hát ez lényeges, de egyedüllétre utaló bolygót nem látok, hál' Istennek. És érdekes az egész, mert ugye most április 1-től, hát ez nem áprilisi tréfa, hanem én úgy mondanám, hogy elkezdődik egy új korszak az életében, és pontosan ez a váltó év, amit úgy hívunk, hogy lomtalanítási korszak. Tehát ebben az évében a kedves lányának egy olyan korszaka jön, egy olyan éve jön, egyébként a csillagászati 2024-es éve most kezdődik el. Igen. Tehát nem csak azért, hanem érdekes, céltudatos,
nagyon jó korszak jön majd el neki, de ezt viszont most ki kell lomtalanítani, ami az előző 8 évet átvitte. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy ebben az évben nem könnyű év, kompatibilis saját magával, jól áll hozzá, céltudatosan áll a dolgokhoz, de én úgy gondolnám, hogy azért sokkal jobb lenne, hogyha ha ezt az évet valahogy tessék neki megmondani, hogy úgy álljon hozzá, hogy ez olyan, mint egy nagy takarítás. Igen. Tehát igen. Szellemileg, fizikailag, mindenféle szinten, és ez pontosan azért kell, hogy egy év múlva egy új világ köszöntsön rá, egy új, hogy mondjam önnek, egy új időszak, és az az új, tehát egy ciklus, egy új ciklus korszaka jön el nála, nem most még, hanem egy év múlva, és ez pontos, mert nagyon érdemes odafigyelni rá, mert ez egy meghatározó korszaka, hogy mennyire tudja ő saját magából kilomtalanítani az elmúlt korszaknak az eseményeit, fájdalmait, és hát pontosan erről szoktam beszélni, amikor igen. Azt mondom, hogy lomtalanítani igen. kell. És még azt szeretném kérdezni, hát ugye ő annak idején beleesett ebbe a devizahiteles csapdába, és még mindig azt nyögi szegény, hogy ebből a nehéz helyzetből, ajjaj, hogy mikor tud kijönni. Hát reméljük, hogy egy év. Egy év, ugye? Reméljük, hogy egy év. Na most én azt mondom, hogy sokkal okosabb ötletei jönnek. Tehát ösztönember, ösztönélete, nagyon jó megérzései vannak. Jó hallgasson, megérzései van. Így van. Hallgasson a belső hangra, és minden sikerül. Zsuzsika, és még annyit, tehát egyedül létre utaló jelet nem tetszik. Egyedül létre utaló bolygót nem, de viszont azt elárulom, hogy miután érzelmi éve van, annak ellenére, hogy lomtalanít, tehát elkezdődik egy érzelmi korszaka most áprilistól, igen. És ez majd 2025 áprilisáig fog tartani. Kérem szépen elképzelhető, hogy pontosan ebben a lomtalanítós korszakában belép valaki az életébe. Zsuzsika, még így szokott ez lenni. Hogy az egyetemet végzett fia, ő mikor tud munkába állni, vagy mikor lesz neki egy jó állása? Ő 99. május 24-én született, és Balázs. Hát ott még egy kicsit várni kell. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit talán még azért egy ilyen fiatal ikernél oda kell figyelni, hogy lépi meg, és nem hamarkodja el az ötleteit. Én azt mondom önnek, hogy azért olyan május után már jobban kiegyenesednek a dolgok, de addig igen. Nem. Addig igen. Nem. Jó? Zsuzsika, ezt így tetszik akkor látni, hogy jól alakulnak a dolgok? Jól alakulnak, de türelem, rózsát terem, mindig azt szoktam mondani, hogy igen. Mindenki legyen egy kicsit türelmesebb, mert ha az ember nem várja ki, tehát ezek olyan dolgok, hogy össze kell érjenek a korszakoknak, össze kell érni az időszakoknak, hát pontosan nem érik meg a gyümölcsafán előbb. Igen, mind ahogy igen, szokott igen, ez igen. Lenni. Zsuzsika, ezt szerettem volna megkérdezni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és jó egészséget. Én is köszönöm önnek, és további szép korszakot. Köszönöm és legyenek szépen. Türelmesek, mert máshogy nem megy. Jó. De azért, visszatérve... azért jó dolgokat tetszik látni. Így van. Hál' Istennek, igen. Köszönöm szépen, csak türelem. Viszont türelem. Minden jót kívánok. Minden jót kívánok. Haladjunk tovább, az érzelmi dolgokról van szó ezen a héten, és ilyenkor, amikor az ember például nagypénteken betartja a böjtöt, avagy nem, mert ilyen is előfordul, én azt szoktam mondani, hogy ha megfogadunk valamit, az egy jó dolog. És az, hogy megünnepelni, vagy éppenséggel ön saját magunkat egy kicsit korlátozni, az is egy jó dolog. Megtisztítani, lébőjt kúrát tartani,
És hát böjtölni, vagy imádkozni rettentő fontos, de viszont nem csak nagy pénteken, hanem mindig. Mert a holnapi nap, azaz hát mivel ismétlik a műsort, azért fogják tudni, hogy nagy péntekről van szó, és nagy péntek az ugye egyszer van egy évben, hogy tényleg fontos, hogy Jézusnak a keresztre feszítését mi is valamilyen szinten saját magunkba, nem az, hogy átéljük, mert nem tudjuk átélni, hanem megemlékezzünk rá. És így utána pedig, amikor már így az ünnepkörön keresztül megyünk, és jön a locsolási ünnep, jön magában a mi hiedelmeink, a mi szokásaink, amit a magyarok csodálatos sokféle módon ünnepelnek. Én azt mondom önöknek, hogy nagyon fontos, mert ezzel is ünnepeljük azt, hogy minden előről kezdődik, és minden ciklikus, hiszen nyílnak a virágok, és ugye hát itt a tavasz. Na most az, hogy érzelmileg hogyan tudjuk saját magunkat kontrollálni, rettentő fontos, és itt térnék vissza az előző gondolatomra, mivel azok, akik egyedül vannak, és szenvednek a magánytól, nem szeretnek egyedül lenni, azoknak nagyon ajánlatos például ilyenkor is a nagyon nagy séta például, és nem is az, hanem nem úgy megélni a magányt ilyenkor ünnepek alatt, hogy hú, akkor engem mindenki itt hagyott, és akkor még jobban szenvedek, hanem egy kicsit máshogy átértékelni a dolgokat. De hogyan is lehet átértékelni az embernek a saját életét? Nagyon egyszerűen. Én általában azt szoktam ilyenkor tanácsolni, hogy amikor átértékeljük saját magunkat, és próbáljuk újrakezdeni, vagy valamilyen szinten újjávarázsolni az életünket, vagy egy új ciklusba lépünk, akkor valahogy a múltat most pont nagyon jó időszakok vannak rá, hogy le tudjuk zárni, és újra tudjuk kezdeni, mert máshogy nem megy. Na most az, hogy önvizsgálatot tartunk, és az, hogy a saját lelkünket mennyire tudjuk úgymond kitisztítani, tehát nem csak a fizikai testünket, hanem a lelkünket is, rettentő fontos, és ez nem arról szól, hogy akkor bűnbocsánatot nyerni, és nem csak arról szól, hogy akkor saját magunknak az áldozatai legyünk, hanem az, hogy imádkozni kell, ez az egyik, a másik pedig az, hogy megérteni, hogy mindennel egy, és úgy vagyunk kitalálva, hogy Isten nem egy bosszúálló, félelmetes valaki, aki megbüntet minket, és ezáltal nem leszünk sikeresek, vagy ezáltal tényleg a párkapcsolatunk nem fog működni, hanem saját magunknak kell, saját magunkkal megbocsátást nyerni. Tehát saját magunknak kell, és másoknak is persze, megbocsájtani, és utána pedig az ember sokkal könnyebb lélekkel, sokkal más gondolatokkal tud elindulni és a jövőbe nézni. Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon jó tanács, mert az irítségnek, haragnak semmi értelme nincs, mert az a legrosszabb tanácsadó, ha az ember a jövőbe szeretne tekinteni. És ilyenkor, amikor így ünnepek vannak, akkor valahogy aki egyedül él, vagy valamilyen szinten elhagyatottnak érzi magát, azoknak sokkal rosszabb átélni ezeket az időszakokat. De ezekkel is lehet azért segítség, és tényleg saját magunkra lehet találni, csak viszont egy kicsit más nézőpontból kell saját magunkat nagyító alá verni, mert higgyék el nekem, hogy lehet. Az olvasás nagyon sokat segít, a séta nagyon sokat segít, a fény maga, bármilyen időjárás van, nagyon sokat segít, úgyhogy ezeket érdemes mind az apátia ellen így felhasználni. És hát tulajdonképpen, mivel Vénusz-Uránusz szextilünk, ugye az egy művészeti előrehaladás, vagy éppensége valami
érzelmi dolgoknak a mondani valója is lehet, amit átélünk ezekben az időszakunkban. De viszont itt van, hogy például ez a mérleg teli hold, ami ugye holdfogyatkozással indult, és hát eléggé nehéz energiák halmozottak körénk. Így azért nem csoda, hogy egy kicsit érzelmileg mindenki labilisabb. De azt hiszem, hogy ez a párkapcsolatokat nem fogja annyira szétbombázni, mint amennyire szokta. És hát a másik pedig megint csak az, hogy ilyenkor ünnepek alatt azért érdemes mindenre odafigyelni. És a jövő héten már, amikor újra találkozunk, akkor meg fogjuk beszélni, mert egy nagyon érdekes témát fogok majd hozni szintén, hogy a párkapcsolatokban, ami most rettentő divat, hogy mindenkinek teljesen más óhajai vannak, mert nagyon sokan azt szokták mondani, már így a fiatalok körében, hogy húha, ez már nem divat, ez már kiment a divatból, és valójában magát az emberi kapcsolatokat, a párkapcsolati problémákat teljesen más szemszögből kezelik. Na most érdekes a téma, mert én úgy vagyok ezzel, hogy az ókortól nem mint hogyha regresszálnék, vagy visszafele haladnék, egyáltalán nem erről van szó. Hanem én úgy vagyok ezzel, hogy érdemes elgondolkodni, hiszen az ókorban is éreztek az emberek, és utána is, tehát amióta emberi élet van a Földön, érzelmek is vannak, szerelem is van, és pláne most, amikor ugye mindenféle érzelmi időszakot, korszakot élünk át, akkor sokkal jobban hatványozódnak az energiák, de viszont érdemes egy kicsit megtartani a hagyományainkat, tisztelni a hagyományainkat. Ezt szeretem úgy mindig hozzátenni, mert azok nélkül egyszerűen elveszünk. Higgyék el nekem. Tehát sokkal jobban jövünk ki, hogyha odafigyelünk az érzelmeinkre és a párkapcsolatainkat is, nem össze-vissza kóbor divatoknak és mindenféle más butaságoknak tesszük ki, hanem megpróbáljuk egy kicsit talán komolyabban venni, jobban tisztelni azokat az elvárásokat, mert hiszen egymással szemben vannak elvárásaink. Úgyhogy ezt meg fogjuk a jövő héten beszélni. És méghozzá arról is szó lesz, hogy nagyon sokan élik át úgy a párkapcsolati problémákat. Ha volt párkapcsolatuk, avagy ha nem volt olyan együttélés, házasság, vagy olyan életközösség, akkor is félnek a párkapcsolatoktól. Tehát nagyon sok embernél veszem észre, hogy megijednek, félnek újra kezdeni, félnek új kapcsolatokat nyitni, és mindenféle butaságokat gondolnak erről, de azt hiszem, erről érdemes a jövő héten beszélni, mert ha most belekezdek, akkor annyi idő már nem lesz, és azt hiszem, hogy a jövő héten meg fogjuk beszélni, hogy melyek azok a jegyek, például azt már most előre mondom, hogy a bakjegyű embereknél szokott előfordulni a legjobban, az én tapasztalataim alapján, noha van kivétel, hogy a párkapcsolatoktól azért egy kicsit jobban tartanak. Tehát ők, akik annyira azért mindig inkább egyedüljáróak, és szeretik jobban a magányt, de aztán vannak még olyan születésnapszámú emberek, akiknél ezt lehet tapasztalni. Tehát azért általában a Szaturnusz behatás mindig megteszi a hatását, csak nem mindegy, hogy hogyan. Úgyhogy erről is lesz szó, de van, akinek jól áll a magány, ezt így szoktam pestiesen mondani, van, akinek pedig nem az, hogy nem jó, elképzelhetetlennek tartja a magányt, de hát ha egyedül, ha párkapcsolatban, én azt hiszem, hogy mindig a legjobb a tisztességes utat választani minden körülmények között, aztán ki eldönti, hogy érzi a legjobban magát, de annyi bizonyos, hogy mivel
megoldhatatlan probléma azért általában nem szokott lenni, és mindig találunk rá megoldást, mert azért az önismeret a legfontosabb dolog a világon, és ha egy születési képletből azért az ember látja, hogy hajlamos a magányra, avagy mennyire szereti az életet csodálni és élvezni, és valójában elveszni benne, akkor nagyon sokféle megoldás van. Úgyhogy várok mindenkit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel, tartsanak velem, megbeszéljük, hogy mitől is félünk, ha egy új párkapcsolatról van szó. Addig is mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és tartsanak velem a jövő héten is a viszontlátásra.